3T. A kulturális podcast. Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a 3T elnevezésű podcastünk legújabb adása, Pion Istvánnal és Mucsicska Lászlóval. A vendégünk pedig Szilágyi Zsófi, aki az egy nappal többek között elnyerte a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének, vagyis a FIPRESZKI-nek a kategória díját a 71. Cannes-i Filmfesztiválon, és azóta már más mustrán is díjazták az egy napot, meg a főszereplőt Szamosi Zsófit is, de ezekről majd beszélgetünk. Szia Zsófi! Sziasztok! Szia. Az egy nap az a Film Alap által első filmeseknek kiírt inkubátor program keretében készült el, ahol gyakorlatilag az alkotók, a közönség, meg a szakmai zsűri előtt egy kicsit így pícselik magát a filmtervüket, aztán ugye ott van egy ilyen szavazás, aminek a végén el is készülhet a nyertes film, vagy nyertes filmek. És hát az egy nap, az ugye, ahogy a címe is mutatja, egy nap történetét, vagy egy kicsivel több, mint egy nap történetét meséli el, méghozzá egy anyának a szemszögéből. Én nem voltam ott ezen a inkubátoros pícsen, de engem baromira érdekelne, hogy ezt te hogyan adtad elő, Hogy egyetlen napját fogod megmutatni. Hogy ez egyáltalán emberek számára azt mondták, hogy hú, ez nagyon jó, ez készüljön el. No offense, de engem baromira érdekel. Tehát, csak hogy így, hogy nem prekoncepciókkal indulok, én nagyon imádtam a filmet, és nagyon hálás vagyok, hogy ez a film elkészült, de tényleg engem nagyon érdekel az, hogy mi volt az, ahogyan ezt te elő tudtad adni, hogy ez átment. Jó kérdés. Az az igazság, hogy már nem pontosan emlékszem, de hát nagyon kellett készülni rá, ugye? Nem eteti magát a téma. De azok a mondatok elhangoztak, szóval nem árultam zsákba macskát szerintem, tehát azok a mondatok elhangoztak, hogy egy olyan filmet készülünk forgatni, amiben a látható cselekmény 90%-a olyan eseményekből áll, amit mindenki minden nap csinál nagyjából, vagy hát nem mindenki, de aki ebben az élethelyzetben van. Tehát ebből az apró, rutinszerű dolgokból épülne fel. Valahogy elmeséltem a háttértörténetet is, de szerintem az, ami talán meggyőző lehetett, hogy csináltunk egy, azt hiszem, 2 perces videót erre a pitchre, ahol azt láttuk, hogy egy anyuka reggel a 3 gyerekét felkelti, felöltözteti, és aztán elindulnak az óvodába, a középső kisfiú kiakad, és a házból kilépés pillanatától az óvodáig üvölt, az úton földhöz csapkodja magát, bebújik egy autó mögé, miközben az anyukára rá van szerelve egy gyerek, és van egy nagyobb lánya, és így próbálnak hárman eljutni az óvig. De eleve úgy kezdődött ez a kisfilm, hogy ő zuhanyozik reggel, és a legkisebb gyereke kapaszkodik a kád szélébe, és ordít. Csak azért, mert nincs vele abban a 3,5 percben, amíg lezuhanyozik reggel. És valahogy azt érzem, hogy ez így meggyőző volt, hogy végül is erről lehet filmet készíteni. Nyilván az nagy kockázat volt, hogy ez egy 2 perces anyag volt, és hogy lesz ebből egy 90 perces film, de valahogy átment. Azért az hozzátartozik, hogy én úgy tudom, hogy ezt nem a közönség szavazta be, hanem a zsűri. Tehát az 5-be úgy jutottunk be, de közben olyan háttérinformációim is vannak, hogy 3-at szavazott be a közönség, és mi voltunk a 4. Tehát, hogy vagy ez az ötlet. Mm. Tehát, hogyha csak a közönség szavazott volna, tehát mind az 5-öt a közönség választja, akkor is bejutunk az 5-be. Azt hiszem, de ez nem biztos, hogy így van. Igen, ez ugyanaz a kör volt, ugye, ahol a Csúlya Lacinak a Virágvölgye is volt. Igen. Uh-huh. Igen. A filmhez magához mi volt az inspiráció? Honnan indultál ki? Honnan jött az alapötlet, hogy egyáltalán egy ilyen napot bemutass? Olyan nehéz válaszolni, hogy mindig össze-vissza beszélek ennek kapcsán. De visszakérdezhetek, hogy itt volt a Svechtyel Misi is? Igen. Tudom, hogy egyébként neki is, vagy ez egy ilyen visszatérő kérdés, amit mindenkinek felszokás ez tenni? Ez általában igen. Hogy honnan indult. Igen. Aha. Igen. És ők mit szoktak mondani? Igazából nem feltétlenül kell, hogy tudja az ember. Mert lehet, hogy 15 éve benned bujkált, és akkor egyszer csak előjött, és
Oké, megvan, de hogy honnan, azt nem feltétlenül kell tudni. Ez csak egy egyszerű kérdés. Pláne ugye, hogy azért pura, hogy ugye ez az első film ennek a témája, mert a legtöbb első filmes rendező valami nagyon személyes, nagyon közeli kapcsolódási pontokat készít el a saját filmében. Te meg gondolom nem vagy három gyerekes anyuka. Nem, de tudod, itt mindig valahogy elkezdődik egy beszélgetés vagy vita a személyességről, hogy az-e a személyes, ami megtörtént veled. Nem kell annak nem? Sem. Tehát, hogy nem. Szerintem nem feltétlen az nem. Ahhoz van az embernek köze, vagy ilyen igazi kapcsolódási pontja, ami egy az egyben vele esett meg, sőt, ugye arról szoktak beszélni, pont tegnap olvastam egy interjút az Indexen, ahol valahogy erről volt szó, hogy ha nem tud valaki valamit megfelelő távolságba elhelyezni műfajilag szereplő nemének cseréje a történet átfordítása kapcsán, akkor tulajdonképpen nem tudja elmondani. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy ez ne lenne személyes bizonyos értelemben, de nem attól az, hogy nekem van három gyerekem. Nem tudok rendesen erre a kérdésre válaszolni, hogy honnan van. Valahogy annyi minden, tudod, amikor egy ilyen erek így jönnek egy folyóba, és ez csak lesz egy folyó belőle. Szóval, hogy pontosan honnan érkezett, volt egy barátnőmnek egy levele, az nyilván nagyon fontos volt, amiben ő leírta a napjait, azt biztos, hogy ilyen kulcs probléma volt, de az, hogy engem érdekeltek mindig azok a versek, amiket a Tóth Krisztina ír a nem tudom, ilyen teljesen hétköznapi témákról, mint a mosógép, meg a nem tudom mi, hogy ez így tetszett, hogy valami olyasmi kerül a vászonra, ami nem szokott ott lenni. Meg az, hogy én nagyon vonzódom az ilyen hétköznapi dolgokhoz, hogy engem mindig kicsit irritál, amikor tudod, azt képzeljük, hogy csak arról lehet filmet csinálni, ami látványos, állati speciális, nem hétköznapi, rohadt különleges, tehát hogy ez is zavar, tehát hogy szóval ezek a dolgok valahogy így összeértek ebben az ötletben. Ez jó is, hogy említed, mert egyébként tényleg a magyar filmkészítésnek az utóbbi egy-két évtizedében nagyon nem jellemző az, hogy tényleg ilyen hétköznapi történetek jelenjenek meg. Ha mondjuk a román új hullámot nézzük, ott gyakorlatilag évente kijön 3-4 ilyen film, ami tök hétköznapi cselekményeket dolgoz föl, és nálunk meg talán az Ernelláik Farkaség nálon kívül, a Hajdúszabi filmjén kívül nem is nagyon volt ilyen, vagy nem nagyon emlékszem, ami ennyire, mondjuk a van is talán ilyen, de hogy a van az meg... Ez meg egészen az más meg, igen, meg hogy az stílusában is tök más, mint a te filmed. Hogy ez vajon miért lehet, hogy ennyire elmentünk ettől? Mert azért a magyar filmkészítésben azért ennek vannak hagyományai. Akár a 70-es éveket nézzük. Hú, ez egy jó hosszú kérdés volt. Szóval, hogy mit gondolsz, hogy miért nem készülnek ilyen filmek? Vagy miért van belőle kevés, igen. Pont amit mondasz, hogy ez nagyon messzire vezet, és az a baj, hogy szerintem nekem nincs meg ehhez tehát ez egy nagyon komoly filmtörténeti elemzésnek kéne ezt megválaszolnia, nem? Tehát, hogy azt gondolom, mondjuk Varga Balázs ezt biztos megválaszolja, de mondjuk a Mészáros Málta filmjeiben is érted viszonylag hétköznapi helyzetek vagy hősök, most nem az Aurora Borealis, de hogy mit tudom én, a 9 hónap vagy akármi, szóval tényleg van ennek hagyománya az, hogy a mostanában is azon, mit értünk a mostanában alatt, miért nem jelentkezik ez a magyar filmben, ami tulajdonképpen azt az élményt nyújtja, nem, hogy valaki felismeri magát, és könnyedén felismeri magát egy helyzetben. Erre nem tudok igazából választani, hogy miért van így, de pont a Varga Balázs, aki egyébként ugye véletlenül a filmben szereplő kislánynak az apukája, de ez teljesen véletlenül alakult így, hogy ő figyelte azt, ugye itt az aranyéletről beszélgettünk egy kicsit, hogy milyen érdekes, hogy a sorozatok kezdtek el a magyar filmekben, például az Aranyélet, ezzel a rendszerváltás után és azt követő időkkel foglalkozni, tehát hogy a sorozatok kezdik ezt a fajta élményt biztosítani a nézőknek, vagy ezt az éhséget a nézőkben valahogy így nem tudom, megszüntetni, vagy ezt kielégíteni, nem tudom. Hogy abban is felismersz ilyen nagyon mostani helyzeteket. Érdekes, hogy ez miért van így, hogy Romániában másképp vannak berendezve, másfajta filmekkel van berendezve az a kultúra, Magyarország is másfajta filmekkel, ez nagyon, nagyon fura, hogy mi okozza ezeket a különbségeket. Román filmesek, mintha időben egyen hamarabb kezdték volna a felfutásukat, valahogy mintha egy 10 évvel jobban állnak. Szerintem vannak ilyen tendenciák, vagy vannak ilyen hullámok az európai filmvilágban, amikor egy bizonyos generáció, vagy egy országnak a filmje így hirtelen így bekerülnek valahova, és tényleg kb. Ilyen
2000-es évek elején volt az, hogy a román filmek így nagyon elkezdtek menni. Ez nem is érdekes kérdés egyébként, hogy az mitől történt. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy mondjuk a román film finanszírozás az hogy állt éppen a 2000-es évek elején, és ez mennyiben támogatta az ő rendszerüket. De hát tök érdekes lenne egyébként, bocsánat, hogy közbe vágtam, de hogy tényleg egy filmtörténészhez beszélgetni, vagy én most voltam nem olyan rég Bukarestben, és ott próbáltam beszélgetni a szervezőkkel, hogy hogy van ez. És ők persze nem gondolják azt, hogy létezik a román új hullám, hogy ők tiltakoznak ez ellen valamennyire, de közben meg valóban tulajdonképpen ők masszívan elkezdtek reagálni nagyon gyorsan a rendszerváltás után ugye arra a rendszerre, ami ott volt, és egyébként azt mesélték ők, hogy nagyon-nagyon nem volt erre hazai közönség. Tehát, hogy a román új hullám filmjeit egy valaki nem szerette volna megnézni, a román közönség, mert valahogy ők azt érezték, hogy tényleg miért kell még ezt a moziban is nézni. Tehát, hogy elég az, hogy ezt át kellett élni, és túl vagyunk rajta, és épp hogy csak kidugtuk a fejünket a víz alól, és akkor most jönnek ezek a filmek, miközben Európa szerte meg hatalmas sikereket alattak, és anyagilag is nagyon komoly sikereket. De azt hiszem, hogy ott nem volt egy olyan filmfinanszírozási rendszer, ami ezt valahogy előkészítette volna. Tehát ott valahogy ezek az alkotók elkezdtek dolgozni, és azt mondják még, vagy azt hallottam még, nincs erre egy rendes rálátásom, hogy az a nagyon érdekes, hogy most elkezdtek azért, különböző generációk dolgoznak együtt ott, és hogy megmaradt, vagy egy páran nyilván azt gondolják, hogy megvan ennek az új hullámnak valamennyire egységes jellege, de nagyon különböző műfajokba kezdenek el dolgozni. Tehát például tök jó vígjátékok vannak, vagy hogy említettek, most nem fog eszembe jutni a címe, de ott jegyzeteltem, hogy miket kell letöltenem, hogy milyen krimik meg thrillerek jelentek meg ugyanebben az új hullámos vonalban. Tehát van egy ilyen műfajú szóródás is, olyan izgalmas. Nem kell ehhez filmtörténész, sem esztétezni, ezt szépen elmondtad. Jó, csak valahogy tudom a filmcímeket is tudni, meg nem láttam mindent, és azért nyilván lehet egy ilyen komolyabb rálátást is kialakítani. Én egyet még visszaugranék az inspirációhoz magához, illetve azon már egyel túl, a forgatókönyvíráshoz. Ha jól tudom, társad volt benne Márvárhegyi Réka, igen. Ő egy író. Igen. Neki viszont van gyereke. Most nem született, tudom, de utána született. Az már utána született? Igen. Milyen volt vele dolgozni? Nagyon érdekes volt, mert én nem dolgoztam korábban senkivel se együtt, viszont azt éreztem, hogy nagyon jól jönne, ha valaki komoly kritikát fogalmazna meg. Lenne egy ilyen szigorú szem, aki nem enged át bizonyos dolgokat a nagy együttérzésben, mert csomó olyan rendezőtársam van, akinek szívesen mutatom, és jókat is fognak mondani, de valahogy tudod, akivel nem húztál le együtt 10-15 évet, és ezért másképp szól hozzá. Emlékszem talán, amikor az első változat átment a Rékának, és visszajött egy ilyen beláthatatlan kommentlista, de tényleg csak vérlázító volt. Tehát, hogy tudod, így olvastam, és néztem, hogy veszi a bátorságot, hogy az ilyen remek ötleteimhez. Tehát, hogy emlékszem, hogy teljesen ki voltam borulva. Réka ráadásul szerkesztő is. Ráadásul szerkesztő is, szóval, hogy ő nem... Tehát ott lehetett érezni, hogy ő mindenbe belekötött szerintem, amibe bele lehet. És egy darabig úgy fontolgattam, hogy akkor ezt leállítom, ezt a folyamatot, én nem... Tehát ezt most itt abba hagyjuk, és aztán valahogy rájöttem, hogy tulajdonképpen annyira hálásnak kell lennem, hogy itt valaki kőkeményen kritizál. Őszintén elmondja, hogy szerintem igen, jó. Igen, igen. Igen. De nagyjából mindenre. De szóval, hogy vettünk egy ilyen nagy levegőt, és akkor utána rájöttem, hogy jó. Mennyivel jobb, hogy ő mondja most, mint amikor majd megy a mozikban, és ezt látom, olvasom a kritikában. Vagy a néző fel is kimegy. Igen. 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 Most már egy hónapja megy a film a mozikban. Mi a tapasztalatod? Hogy a Réka jól dolgozott. Ez kedves, de... Igen, hát hogy nem jönnek az... Ő elébe ment azoknak a kritikáknak, amik most érkeznének, ha ő nem végzi el a munkát. Amikor én a Cinefesten láttam a filmedet, nagyon, nagyon érdekes volt, mert amikor biztos kaptál már ilyen e-mailt, vagy nem tudom, ilyen kommentet. Mellettem ült két korombeli, ilyen 35 körüli nő, és azt mondta az egyik a másiknak, hogy basszus, hát ez a film, ez rólam szól. Szóval így valamit nagyon elkaptatok, vagy elkaptam, mert tényleg ilyen elképesztően személyes lett az egész film.
Hát valahogy inkább tipikusra sikerült, nem? Vagy valami ez a felismerhető lett, vagy elég reális, vagy valószerű, vagy nem tudom. Egyetemes. Hát igen, és valószínűleg igen, van benne valami univerzális is, de közben ez szerintem úgy lett ilyen, hogy iszonyú sokat dolgoztunk a konkrétumokon. Tehát, hogy nagyon akartam az összes részletet, hogy az stimmeljen, tehát nem egy IKEA plakátot akartunk létrehozni, ez a nagy vonalakban, ami valahogy sosem éri el azt a hatást, hogy tényleg ráismerjen valaki magára, miközben ez a cél, nem? Hanem, hogy az volt, hogy így a részleteket rágni addig, amíg valahogy azok tényleg nagyon konkrétak és valószerűek lesznek, és ez valahogy így működött. És a forgatáson ez hogy nézett ki? Ha kellett, akkor rengetegszer nekiálltatok egy jelenetnek? Vagy ezek gyorsan működtek végül aztán a forgatókönyv alapján? Szerintem a forgatókönyvet kellett nagyon, ez inkább előkészítési ügy igen, volt szerintem, igen, hogy kérdezem. Látvány, kamera, hogy forgatókönyv, stb. Mondatok. Maga a forgatás az, én szeretek sokszor fölvenni dolgokat, szegény kollégáim, és vettem volna még sokszor, csak nem volt rá idő. De igen, de ez ilyen alkati, van, aki kétszer-háromszor vesz fel valamit, én inkább 6-szor, 8-szor, sőt, ha lehet, még többször vennék, de nem lehetett. Engem ebben még az érdekelne igazán, hogy hogyan zajlott a szereplőknek a kiválasztása, hogyan sikerült azt elérni, hogy tényleg egy ilyen diszfunkcionális család képét mutatják, miközben meg valóban ott van benne az, hogy amikor nézem a filmet, akkor elhiggyem róluk, hogy ez egy család. Sokat kellett próbálni a maga a forgatás előtt, hogy ezt elérd, vagy tényleg felvetitek 40-szer a jelenetet? Nem, mert próbáltunk is előtte, de ez szerintem leginkább választási kérdés. Tehát, hogy kit választasz. Tehát ott olyan sok minden eldől, hogy kik azok a szereplők, és hogy az hihető-e, hogy ők egy család, hogy utána persze kell dolgozni, összeszokni, hangnemeket találni, a jeleneteket próbálni, és a forgatáson is többször fölvenni, de masszívan az az alapja szerintem, hogy ez ránézésre egy hihető família-e. Ez nagyon-nagyon érdekes kérdés, kicsit ilyen, van benne valami szerintem ilyen misztikus, vagy ilyen nem misztikus, de ilyen nehezen, racionálisan magyarázható. Tehát, hogy rengeteg fotót csináltunk Leóról és az éppen aktuális főhősnőről, akiről azt gondoltuk, és egy csomó olyan helyzet volt, hogy lefotóztuk őket, leültünk a Lilivel beszélni, vagy a Kárpáti Gyurival, néztük a képen, ők soha nem házasodnának össze. Ez világos. De nem tudom miért, valahogy ez így lehetett látni. De nektek is szokott ilyen benyomásotok lenni, nem? Hogy valaki egy jó össze, pár, vagy igen, összegnek, igen. Igen, vagy valaki olyan, hogy lehet, hogy az életben ők egy páros, de most sose hinném el valahogy. Ha már Füredi Leót említetted, őt leginkább a nézők ilyen kamunémet vicces videókból ismerhetik. Attól nem féltél, hogy nehéz lesz elszakítani ettől a vonaltól? Mert ő még nem szerepelt filmben előtte. Én nagyon izgalmasnak gondoltam, hogy másfajta feladatot adni valakinek, mint amit eddig csinált. És ezt gondoltam a Zsófiról is, hogy az milyen izgalmas, hogy valakit megismersz valamilyennek, és egy teljesen másik arcát mutatni ugyanannak az embernek, az nagyon izgalmas, nem? Tehát, hogy iszonyú kíváncsi voltam rá, hogy fog működni. Igen, csak van egy kockázata. Van egy kockázata, igen, hogy az ember nem tudja elvonatkoztatni az embert a szereptől, magától. Mert azért az sem volt, sokáig az sem volt egyértelmű egyébként a Füredi Leó esetében, hogy ez most vicc, vagy ez most igaz? Mert ezek ilyen vírusvideók voltak. Uh-huh. És az elején azt lehetett csak látni, hogy van egy csávó, aki hülyét csinál magából, úgy sem, mint aki német, de most akkor itt vagy nem? Szóval nem lehetett eldönteni, és akkor egy idő után már nyilvánvalóvá vált, hogy ő egy karakter, egy teremtett karakter, akit pont azért hoztak létre. Sőt, neki van azóta már több ilyen alter egója is. Így van. Gigansz, ugye? Igen. Szóval, hogy igen, tehát ez nagyon nehéz. És ahogy a Füredi Leó is egy karakter lett neki, tehát ő nem véletlen választotta ugye magának ezt a nevet. És ráadásul Szamosi Zsófi nekem a Terápiában picit hasonló szerepben, bár ott mondjuk egy gyerekes anyuka volt, és ott válás közeli helyzet volt, nekem nagyon-nagyon sok volt, viszont az Egy Napban, ahogy ő is, meg a Füredi Leó is, elképesztően természetes volt. Sokat kellett neked rendezőként azzal foglalkozni a forgatáson, hogy így visszahúzd egy kicsit őket, hogy ne játszanak, hanem hogy
létezzenek gyakorlatilag? Vagy az, hogy nekik gyakorlatilag gyerekekkel kellett foglalkozni, mint mondjuk ahogy az életben is egy ilyen helyzetben, az kb. Lefoglalta őket annyira, hogy sokkal naturalisztikusabb volt a színészetük? Egész más dolgot kell szerintem egy amatőrnek mondani, vagy lehet várni tőle, mint egy profi színésztől. Egy profi színészt egyébként modulál az, hogy amatőrökkel dolgozik együtt. Tehát, hogy profi színész érzékeli, hogy a másik hogyan játszik, és ha van elég esze, már pedig nyilván a Zsófinak van, akkor érzi, hogy muszáj valahogy egyfajta színészetre törekedni, mert különben szét fog esni az egészet. Ő tudja magát modulálni, az amatőr nem tudja magát fölfelé modulálni, ilyen értem, vagy egy ilyen teátrálisabb színjátszás irányába. Hát a Leót valahogy arra kellett bíztatni, vagy ott az volt nehéz, hogy azért ott volt egy olyasmi, amire szerintem egyikünk se számított, pont az, amit mondtál, hogy próbáltunk a Leóval sokat, ő részt vett a szereplőkeresési folyamatban, majdnem mindenkinek, akit hívtunk főszereplőre, ő volt a partnere, tehát nagyon sokat volt velünk, és mindig szuper volt, csak ott egyszer csak megjelent 40 ember a forgatáson, ugye? És az viszont olyan volt, körülbelül mint a gyerekeknek, hogy ott kellett egyet hirtelen fölfelé ugrani, és szerintem ott egész egyszerűen megijedt, és volt egy pár helyzet, ahol ő egyszerűen leblokkolt. Tehát az, hogy ezt most élesben most kell, 40 lámpajég ki van takarva, és nem látja, tehát hogy nem ez a laza, állunk egy konyhában, és próbálgatunk valamit, hanem most vagy soha helyzet, és erre nagyon különbözően tudnak emberek reagálni. Van, akit ez doppingol, és sokkal jobb lesz, és van, aki meg annyira beszorong, hogy összeomlik, vagy hogy nem megy neki, és ő neki kellett ott egyet ugrani, és az ott egy néhány napig nem volt világos, hogy ő merre billent. Tehát én ott, és szerintem ő is nagyon félt, de aztán végül szerintem egy jó irányba sikerült neki átbillennie. Ezen hogyan segítettél? Én nem segítettem ezen jól. Hm. Tehát én magam is annyira megijedtem, én nem számítottam erre, hogy őszintelek, mert ő annyira jó volt mindig, hogy ez egyszerűen nem tudom, miért nem számoltam ezzel, de nem, a gyerekek esetében számoltam vele, és itt nem. Én szerintem ezt valahogy, tehát én nagyon rágörcsöltem, pedig itt az lett volna a megfelelő, biztatni kellett volna, tehát nekem állati magabiztosnak is higgadtnak kellett volna lennem, hogy figyelj, ez menni fog, ez ilyen, most kicsit izgulsz, de a fél nap múlva már minden szuper lesz, de én nem így reagáltam sajnos, úgyhogy Leo magától dolgozta ki magát a gödörből. A Zsófi esetében igen, ott levenni kellett mindig, tehát hogy ott valahogy sokkal inkább az volt, hogy valahogy másfelé, de neki is szerintem nagyon sokat segített az összes többi partnere, meg olyasmik segítenek nagyon sokat, és ezt világosan látta, hogy mondjuk ő tényleg vezetett sokat. Tehát ez a kocsi nem egy tréleren volt, hanem ő vezetett forgalomban. És az, hogy valami másra is kell figyelned, ami az igazi, alapból, igen, vigyáztak ránk, vagy volt mögöttünk helyszínbiztosító autó, de ő indexelt és egyesbe tett, és úgy beszélgetett, hogy közben ne menjen neki másoknak, ami iszonyatos leterhelés egyébként. De ő is azt gondolta, hogy az, hogy van egy ilyen plusz súly, egy ilyen igazi koncentráció, az segíteni fogja őt. Tehát ő mondhatta volna ezt, hogy ő ezt nem vállalja, mert ő nem fog tudni vezetni, úgyhogy közben folyamatosan játszik 8 órát, vagy 12-t egy nap. De azt mondta, hogy ő ezt megpróbálja, mert hogy ez szerinte őt segíteni fogja ebbe az irányba. És hát ugye egészen kis gyerekek is vannak a filmben. Velük milyen volt a munka? Egyáltalán hogyan castingoltad őket, és hogyan kellett egyáltalán instruálni őket? Mert azért amellett, hogy nem tudom, van dramaturgiai szerepük a gyerekeknek, azért ők nem csak úgy vannak, meg léteznek, hanem konkrétan a jelenetekben szerepelnek, eljátszák, színészkednek. Hogyan tudtad irányítani egyáltalán őket? Nagyon más dolgokat lehet válni ezektől a gyerekektől. Márkónak nem mondtunk semmit lényegében, tehát ővel eleve úgy voltam, hogy majd nem itt ő csinál, az majd jó lesz. Zorka egészen elképesztően maga fejlesztette a jeleneteket, tehát ő tudta a szöveget, meg volt beszélve a jelenet, de az, amivé ő azt formálta magától, az elképesztő volt, és az nem az én érdemem, hanem az övé. És az Ambrus pedig, tehát vele lehetett a legjobban dolgozni, tehát őnála lehetett hangsúlyokat csiszolni, vagy megbeszélni, hogy ezt másképp kell, dühösebben ilyesmit, tehát ő vele nagyjából úgy, mint egy felnőtt. Elmondod, hogy a nevek mögött így mik rejlenek, tehát hogy ki a legkisebb, ki a legidősebb gyerek közülük? A Simont játsza Ambrus, a Sárikát játsza Zorka, és a Márkó pedig Márkó maradt. Uh-huh. Hogyan castingoltad őket? Teljesen hagyományos módokon, a gyerekcasting mindig nehéz egy kicsit, az egy tű a színakazalban, és aztán ezt a Színefeszten is mondtam szerintem, hogy végül senki nem úgy lett meg, ahogy
tehát nem a hivatalos keresési folyamatok közben, hogy valaki jött egy próbafelvétel és úgy, hanem mindenkibe belebotlottunk valahol máshol, vagy én, villamoson, bölcsödében, strandon, ez a három, és akkor ott lecsaptam. És akkor ilyenkor héjaként. Ilyenkor először a gyerekkel beszélsz, vagy a szülővel? Szülővel, de az Ambrus például, ugye, aki a Simont alakította, ők ismerősöm ismerősei, nyár volt, és viharjelzés volt, mindenki jött ki a strandról, én voltam az egyetlen, aki befelé tartott, és ők voltak az utolsók, akik jöttek ki, ott négy fiú van, és akkor ott megörültünk egymásnak, aztán egy mondtam, hogy aha, igen, akkor ki a 10 éves, álljon, tegye fel a kezét, és akkor mondta, hogy jó, az is kérdeztem, hogy van-e kedve filmbe szerepelni, mondta, nincs. És akkor nagyon megnyugodtam, rögtön írtam egy e-mailt az ismerősömnek, hogy Jambrusnak nincs kedve szerepelni, ez jó jel. És akkor valahogy aztán köröztünk, és ő lett. De nem kényszerítettétek, hogy szerepeljen? Nem, persze, persze visszatértünk, aztán igen, még fél évig megnéztünk igen mindenkit, és aztán valahogy egyszer csak visszakanyarodtunk ő hozzá. Egyébként ilyenkor ez hogy van? Ugye ők nyilván gyerekek, nem tudom, hogy mennyi dolgozhatnak ők egy nap, milyen felügyelet kell az ő munkájukhoz, mi az, amire ilyenkor külön figyelni kell. Igen, ezt jó, hogy mondod, nem dolgozhatnak elvileg 12 órát. Hát nyilván nem. Igen. És most szünetet tartok. És, hát vannak nekik szüleik természetesen. Igen, vannak szüleik, de szülők nem voltak ott a forgatáson, nem is kérték a gyerekek, igen, sőt volt olyan, hogy valaki bejelentkezett, hogy arra jár és beugrana, és mondta az orka, hogy ő dolgozik. Anya, ez a munkahelyen. Hát körülbelül ez volt, tehát fel volt háború, és akkor mondtuk a Áginak is, hogy jó fél, tehát, hogy ezt mondja az orka, ne haragudj, de hogy hát én gondolom, hogy ide, gyere ide, ha gondolt, nem, hogyha az orka azt mondta, nem, akkor nem jön. Ez nagyon vicces. Nagyon vicces, igen. És a Konrád Zsuzsi volt velük, akinek szerintem nagyon sokat köszönhetünk. Ő most az Enyedi Ildikó osztályába jár, ő filmrendező hallgató, de akkor még nem volt az, és letolta velünk ezt a forgatást, de nem tudom, hogy ezt ismeritek-e, amikor valaki képes arra, hogy egy ilyen burkot képez a gyerekek köré, tehát hogy én szerintem a Zsuzsi annyit vett le a film, vagy a forgatás feszültségéből, tehát valami, mint egy ilyen, tudom, tényleg egy ilyen bástya, vagy mint egy ilyen fal, ami úgy vitte őket, és akkor kim voltak a játszótéren, és játszottak, és társasoztak, tehát hogy az, ahogy múlik az idő egy forgatáson, és várni kell, és feszültség van, és nem tudom mi, ez egyszerűen nem terhelte őket, mert annyira ügyesen ezt valahogy lekeverte. Zseniálisan dolgozott a Zsuzsi. És el sem fárasztotta őket, mondjuk egy és két felvétel között. Nem, meg nagyon pontos érzéke volt a Zsuzsinak arra, mivel nagyon jobban volt a gyerekekkel, ők a felkészítési folyamatban is már ő volt velük, nem csak a forgatás, hanem összebarátkoztak, hogy kibe mennyi van még. De ott az, hogy Márkó mikor alszik, az egész stábhoz alkalmazkodott, és a gyártási terv, hogy Márkó mikor alszik, ugye, mert akkor nem lehet vele forgatni, ez világos, és ha felébred, milyen állapotban van, és mielőtt lefekszik, milyen állapotban van. És ezekkel kapcsolatban a Zsuzsinak olyan pontos megérzésé voltak, tehát én mindig ránéztem, és kérdeztem, hogy Zsuzsi, van-e még a Márkóban egy? És akkor vagy azt mondta, hogy nem, nincs, szerintem enni kell, mert vége van, és akkor azt mondtuk, hogy oké, vagy szorongva kérdeztem, hogy van-e még benne, és mondta, hogy persze, szerintem most tök jól van, és hajrá. Szóval, hogy valahogy nagyon fontos volt nekem is, hogy ott van ott valaki, aki nagyon felelősen és pontosan érzékeli a gyerekek állapotát rajtam kívül, aki, érted, még másik 1000 dolog miatt fő a fejed ott helyben. De neki csak emiatt főtt is tök jól csinálta. Ez csak egy fun fact, de nagyon érdekel, hogy amikor van az a jelenet, amikor Anna, az anya, balettre viszi a kislányt, meg annak a barátnőjét, akkor így rettenetesen nagyot zakóznak. Igen. Az gondolom valódi. Igen. Igen? Igen, elestek, szörnyű volt. Fejre estek. Ez nagyon durva volt. És akkor leálltunk, akkor elvitték orvoshoz mindkettőjüket, házi orvoshoz, a gyártási stáb, akkor mi elkezdtünk, utána volt az ordibálós jelenet, akkor a szegény Nagy Viktort oda rendeltük, de kiderült, hogy nem tudunk kimenni az utcára forgatni, szóval hogy ott felborult minden, és aztán ők ott ilyen 3 órás csúszást beszedtünk aznapra. És akkor visszajöttek a gyerekek, és én azt gondoltam, hogy ez a nap, ez így kampó, tehát, hogy nem lehet velük tovább dolgozni. De egyrészt mondta az orvos, hogy úgy látja, hogy semmi bajuk, másrészt visszajöttek, és akartak tovább dolgozni. Akkor tudod, így álltunk, hogy de hát már itt van a Nagy Viktor, és hogy akkor az, akkor Viktorra megbeszéltük, hogy őt fölöslegesen rendeltük ott, mert a gyerekek tovább akarnak dolgozni. Szóval hogy valahogy ez így ment végül. És voltak még ilyen nehéz szituációk, amit a gyerekekkel éltél meg?
Vagy nem feltétlenül a gyerekekkel. A gyerekeket csak azért mondom, mert ő ugye azért szintén ilyen színészeket ember próbáló feladat elé állító helyzet az is, hogy nem tudom, éppen ott az orrporszívóval hadakoznak meg hasonlók, szóval ilyenekre gondolok. Hát valahogy tele volt ember próbáló helyzetekkel, de az orrporszívó az, amire a gyakorlottanyák azt mondják, hogy ott pukkad ki a film. Tehát ők azt látják, hogy a Zsófi nem csinált ilyet korábban. Mm. És azt tényleg nem csinált ilyet korábban, nem értem, miért nem jutott eszembe az, hogy megkérne Zsófit, hogy mivel a Márkó állandóan beteg, ezért ugorjon fel a Márkóékhoz, és a Klára, a Márkó anyukája mutassa meg neki, hogy ezt hogy kell csinálni. Mm-hmm. Tehát, hogy ez erre legyen nekik egy ilyen, de egyszerűen nem jutott eszembe, sok minden, igen, de ez nem. És ott szokták mondani, hogy hát igen, hát ez nem így megy. Tehát az úgy megy, hogy hón alá, és a, tehát, hogy ott nincs kecmec, jaj, szívem ez, meg az, hanem nagyon határozottan és eltökélten a legrövidebb idő alatt azon valahogy át kell esni. Tehát ott nincs ez a sajnálkozás, amit szegény Zsófi, aki először csinálta és értett, megszakadt a szíve, hogy ő mit művel, az anyukák szíve már nem szokott megszakadni, hanem decit. Igen, pontosan. Na, hát ez mondjuk nekem sem tűnt fel, tehát hogy nyilván én sem csináltam, és még nem is láttam még. Én sem láttam, sőt, amikor mi felnőttünk, akkor én mindig arra vágytam, hogy legyen egy ilyen készülék, ami ezt a problémát megoldja. Mert nekem rengetegszer volt áldulva az orrom, és nem jön ki. Nem volt még. Nem volt orrporszívó? Nem volt még orrporszívó, szerintem. Vagy legalábbis valahogy oda falura, kicsi faluban nem értem azt, hogy orrporszívó jön az embernek, és így, vagy így meghaltam attól, hogy tele van az orrom, és nem jön ki, és valahogy ezt így mindig tisztán emlékszem, amikor először szembesültem azzal félfelnőttként valahogy kamaszkorom, hogy ez létezik, akkor egy ilyen... A megváltás. Most, akkor már mindegy volt, mert akkor nem vettem aztán, de hogy így nem árt. Tényleg úgy vettem fel, hogy nem volt. Hogy... Csak volt, csak nem tudtam róla. Vagy nem tudtam róla, igen. Én kérdezhetek egyet? Most ez a, nem tudom, színefeszre jutott eszembe, hogy a, vagy azt mondtad, hogy ott láttad, igen, ott láttátok, én, vagy nem tudom. Én ott láttam, de nem azon, ahol te beszéltél utána, én a második vetítésen láttam. Hogy, mert ez, amit mondasz, hogy na hát, mit mondtak, hogy olyan, mintha... Ez a film olyan, mintha rólam szólna. Igen, hogy mindig valahogy aggódom. Volt egy olyan kritika, és ezzel nem tudok rendesen védekezni, de nagyon érdekes, hogy ez a film férfi gyűlölő. Tehát ha végig elemzed, akkor nem, tehát hogy meg lehet fogni, hogy és nekem, de hogy valahogy az egészét tekintve mégis van benne egy valami ilyen üzenet, amin egyébként nekem nagyon el kell gondolkozni, tudod, mindig beszüremlik egy műbe olyasmi is, amit nem akarsz, de az valahogy bejön, és hogy... Ezért tulajdonképpen mindig aggódom, amikor férfiak kell erről nem beszélgetnem, tudom, hogy nem, nem, tudom, hogy nem ez van-e. Egyáltalán nem éreztem így, pláne azért, mert amellett, hogy egy nő Anna a főszereplője ennek a filmnek, és rajta keresztül látjuk a történéseket, nekem egyáltalán nem volt ilyen érzésem. Sőt, pont, hogy nagyon jó volt, hogy egyébként meg ennek a pasinak is a erőfeszítéseit, vagy nem annyira jól oda tett erőfeszítéseit is látjuk, tehát hogy nekem így tök kerek volt ez az egész. Én emellett az, hogy férfi gyűlölő lenne, én ezt egy pillanatig nem éreztem. Egyáltalán nem, viszont ha mégis ez állna fent, tehát valaki úgy érezné, valamilyen férfi társunk úgy érezné, hogy ő kicsit ott kellemetlenül mozogna az ülésben, akkor azt üzenem, tegnap világosodtam meg ezzel kapcsolatban, hogy igazából mit is jelent ez. Amerikából érkezett egy slammer Magyarországra, egy fekete lány, úgy hívják, hogy Muende Frequency Katviva, egy kenyai születésű amerikai slammer, zseniális dolgokat művelt, és volt egy olyan című szövege, hogy Dear White People, konkrétan kasztrált. Tehát ott ültem előtte, és hogy én fehér férfiként ott szinte lehet megvafazom, és minden olyan ügy, ami őt az élete során érte, rengeteg tragédiával, 22 éves volt, amikor a barátját lelőtték a rendőrök, és semmilyen következménye nem lett. Tehát, és tisztában voltam vele, hogy ez a szöveg nem feltétlenül nekem szól, de nem baj, ha egy kicsit én rosszul érzem magam emiatt. Még akkor sem, ha nem én vagyok a célzottja. Ugyanis ez a lány, vagy mondjuk adott esetben egy anya, vagy egy nő egész élete során, vagy a múltban elszenvedett annyi sérelmet, hogy nem baj, hogyha egy picit nekem is fáj ez.
Úgyhogy ezen én nem aggódnék a helyedben, hogyha valaki mégis kicsit kényelmetlenül érezni magát. Milyen valahogy nagyon reflektív, vagy nagyon tudatos hozzáállás valahogy a tiéd. Hát, de aki egyszerűen mondom, csak, el, igen, de hogy több igazad el, hogy van, csak hogy aki egyszerűen valahogy csak bedöngölve, vagy nem tudom, hogy érzi magát, hát igen. Szóval, hogy ez milyen érdekes, amit mondasz, hogy a rossz érzés nem mindig baj. Nem bizony. Igen. Az segít beleérezni bizonyos helyzetekben. Egyébként így, hogy ennyit foglalkoztál az anyaság nehézségeivel egy ilyen filmen keresztül, így változott valami benned így magával az anyaság vagy a gyerekvállalás intézményével kapcsolatban? Nem, sose akartam nagyon egy oldalúra festeni ezt az egészet, hogy csak a nehézség, csak a gond, a feladat, ez a sár, azért ez a, mégiscsak ez lett így a fő vonulata, de hogy tök jó lett volna, ha valahogy a melegség, közelség, a vagányság, tehát hogy valahogy ez erről a részéről is beszélni, amit valahogy egyébként azért próbáltunk bele szuszakolni, nyilván a helyzetből is inkább az jön ki, éppen megcsalnak valakit azon a napon, hogy ez az oldala erősödik fel, amikor ez egy teher, és ez gond. Engem az kezdetetünk éppen utána foglalkoztatni, hogy emberek valahogy hogy jönnek ki egy ilyen helyzetből, vagy hogy mi mozdul át bennük. Most volt egy közönségtalálkozó, nem is én voltam ott, de hogy volt egy nő, aki elmondta, hogy ő tulajdonképpen majdnem egy évet töltött olyan állapotban, és úgy, mint amilyen ez az egy nap, és hogy tulajdonképpen mi alakul át emberekben, vagy mi mozdul el, vagy mondok egy másik példát, hogy nem tudom, hogy ismeritek-e a Knausgaardnak, a norvég írónak van ez a hatkötetes önéletrajzi regény A harcom, amiben ő, neki van 3 gyereke, ugye egy középosztálybeli apuka, norvég apuka, aki Svédországban él, és én iszonyú jól szórakoztam, mert ő azt írja le, hogy számára milyen szinten volt terhes az, hogy neki születik 3 gyereke, hogy unta őket, és legszívesebben Dosztojevszkit olvasott volna helyette, és mindig, amikor tolta a gyereket, a másik kezében ott volt a Dosztojevszki, hogy hát, ha majd lesz egy fél perce azzal foglalkozni. És most olvastam az Ésben vele egy interjút, és azt mondja, hogy teljesen átalakult a viszonya a gyerekeihez, hogy ilyen volt, amilyennek ő azt ott leírja, terhes és unalmas, és de ez egy nagyon éretlen viszony volt az apasághoz, és most már eszébe sem jutna Dosztojevszkit olvasni a gyerekei helyett vagy mellett, de hogy tulajdonképpen nagyon érdekelne, hogy mi alakul át. Mert én ezt a részét nagyon jól értem, azt hiszem, amikor ez egy teher, és megőrülsz, és szeretnél egyedül lenni, de hogy mi történik egy emberben, hogy valahogy másképp tud a gyerekeivel lenni, és az egy milyen fajta viszony lesz, és mi kezdi előtt abban érdekelni, azt nem ismerem eléggé, és nagyon tulajdonképpen érdekelne. Ez egy jó átalakulás téma egyébként. Nem, nagyon izgalmas lehet, hogy ő nagyon. Például most. Mi kattan át? Én sok olyan, tehát sok apát ismerek, és valakinél azonnal megvan a kattanás, tehát amint megszületik a gyerek, onnantól nincs más, nem is érdekli más. 7 nappal átéve, amikor nem tudott lenni, akkor az a baj, mást kell csinálni, nem szeret mást csinálni, jusson haza, legyen ott, nézze végig, csinálja végig, nem tudom. És van, akire meg ilyen szépen lassan megy át ez a folyamat, hogy úristen, mi ez a béka, és akkor aztán eltelik 1-2 év, vagy nem tudom mennyi idő, és aztán nem tud tőle megszabadulni. Tehát, hogy mint egy ilyen óvó, nem tudom micsoda, burok veszi körül a gyereket. Igen, de ez amikor tudod, ez egy ilyen nem csak egy ragaszkodás, hanem egy valódi érdeklődésé alakul, nem? Igen, van egy másik barátom, akinek megszülettek a gyerekeinek, is 3 van, és ő utált a játszótérre menni, és utált ott unatkozni, és megtanult azt hiszem franciául egy szótárból az első 2 gyereke alatt, mert annyira unatkozott ott, hogy mindig francia szavakat magolt, miközben kint ült a játszótéren, és megszületett a 3. gyereke, és ő is azt mondja, hogy eszébe nem jutna most már francia szavakat magolni, ugyanúgy ül a játszótéren, ugyanúgy ott vannak a gyerekei, látszólag nem változott semmi a helyzeten, és mégis teljesen más. Tehát ő nem kínlódik már, nem unatkozik, de mit csinál? Érted, hogy vajon mi történt ott? Igen, ez nem tudom. Kérdés. Ezt így én sem tudnám megmondani, hogy mi történik. Majd ha lesz 1-2-3 gyerekem, akkor szívesen beszélget. A kutyáim helyett, igen. Vagy mellett. Helyett nem, inkább mellett.
Hát ez egy ilyen puzzle lesz, egyik kiesik, hogy jön a másik. A létszámnak maradnia kell? Annak mindig. Igen. Az egy nap 11 évvel a diplomád megszerzése után készült el. Ez egy ilyen súlyos hír, nem? Gyanítom, 11 hogy... évvel... Figyelj. Nem tudom, mi után. 11 évvel a halála után... Igen, a tragédiát érezzük. Megtalálták a... Igen, tehát van eternity later. Szóval ugye ez egy ilyen hírértékű bejelentés, nem? Ugye, igen. Gyanítom, azért a következőre nem kell ennyit várni. Hát... Who knows? Dolgozol most valami? Hát nem. Nem dolgozom. De ha meggondolkodsz, akkor már dolgozol. Hát a Francsét ugye annyira szeretem, hogy a Duchamp-pal készültek ilyen interjúk, hogy, hogy ő mit csinál, és mindig mondta, hogy semmit. De hát azért, ha már ott van Franciaországban, vagy Amerikában, hogy azért csak körülnéznem, hogy milyen kihívások vannak, vagy ilyesmi, és ja, nem. Tehát ez nem érdekli. Nem csinál semmit. És valahogy a semmit tevés szerintem iszonyú fontos része annak, hogy valami lehessen. És én most nagyon örülnék, ha jó sokáig semmit se kérdezik. Ha nem mondjuk kiélvezni ennek a 11 évnyi felkészülésnek az eredményét. Ja, igen. A legnagyobb eredményét. Igen, az jó lenne, de leginkább a semmi az. Az. Csak ugye nem tehetem meg, mert pénzt kell keresni. Kívánjuk neked, hogy a semmibe azért keveredjen valami más is, amit nem semminek nevezünk. És most köszönjük szépen, hogy itt voltál, és válaszolgattál a kérdéseinkre. Szilágyi Zsófit hallottátok, az Egynap rendezőjét. Sziasztok, köszönöm. Pion István. És Mucsicska László volt a mikrofon ezen a végén. És egy hét múlva egy újabb podcasttel jövünk. Sziasztok. A kulturális podcast.